Subjektivitást nem irányítottságot. Emetétel mondatra épül fel Losanc Alpáre heti jegyzete, amely Csehszlovákia 68 környéki társadalmi, bel- és külpolitikai mozgásait értelmezi. A szó Losanc Alpáré. Mi az, ami rendszeresen, azaz túl sokszor kimarad az 1968. augusztus 20-ával kapcsolatos események. Leírásából. Mi az, amit durván elhallgatnak, félretesznek akkor, amikor a fél évszázaddal ezelőtt jegyezhető eseményről, a Varsói Szerződés tagállamainak Csehszlovákiát érintő inváziójáról értekeznek? Hadd kezdjem először mégis az emlék töredékekkel. Annak idején egy magamfajta Jugoszláviában élő kisgyereknek először bosszúságot okozott a bevonulás. Elmaradt egy Prágában megtartandó foci meccs közvetítése, amely Jugoszláv csapatot érintett. Aztán gyulem lettek a félelem jelei, amelyet még én is megéreztem akkor Erre Errefelé mozgósítást rendeltek el. Sokak számára, beleértve titót is, elképzelhetőnek tűnt a szovjetek katonai föllépése Jugoszlávia ellen, az újvidék melletti hegységben ismét hadászati árkokatástak, arra gondolva, hogy a támadás legfontosabb része úgyis a szovjet gyalogság révén valósul meg. Persze, ez volt az elképzelés 48-ban is. A jugoszlávok nem nagyon értettek egyet Brezsnyevékkel a csehszlovák tendenciák megítélésében. 1967-ben az izraeli-arab háború kontextusában Tito megengedte a szovjeteknek, hogy jugoszlávián keresztül juttassák el a repülőgépeket az egyiptomiaknak. Ám mindeközben föllángoltak a viták. Tito még azt is megtette, hogy 68. augusztus 9-én támadóan a szovjeteket provokálva Prágába látogatott, hogy látványosan támogassa a csehszlovák törekvéseket. És Prágában örömmámorba úsztak a támaszkereső emberek, titóba vetítették a segítséghozó külső ember politikus szerepét, amúgy mindez nézhető az interneten is. Legyen ez elég Bevezető ahhoz, amit mondani szeretnék. Nem, mintha a prágai tavasznak nem lennének olyan hangadó egyéniségei, akik élen jártak a fölülről ösztönzött reformok előremozdításában. A Csehszlovák Kommunista Párt illegális, az invázió körülménye között tartott 14. kongresszusa fontos húrokat pengetett például. Aztán voltak itt olyan jelentékeny emberek, mint Mlinár, Pelikán, vagy Ota Sik, vagy hogy a mindenki által ismert Alexander Dubcseket hozzam szóba. Ők nyitott szemmel jártak a világban, pontosan látták, hogy a csehszlovákok nem fognak megelégedni azzal, hogy fényesítik a láncaikat a tétován bizonytalanul változó poszt rendszerben. A csehszlovákok amúgy is másfajta föltételrendszer között ténykedtek a többi szocialista rendszerhez képest. Elegendő lesz a szóba hozom, hogy a gazdasági dinamika a már létező iparra támaszkodhatott, nem beszélve egyéb különbségekről. Hanem meg kell fontolni azt, amit egy kiváló szereplő, résztvevő, a filozófus Karel Koszik hangoztatott még 1998-ban is egy írásában. Ne felejtjük közben, hogy kiről is beszélünk. Egy olyan nemzetközi hírnévvel bíró emberről, akinek finom hangszerelésű, Heideggerizált marxizmusát akár magyarul is betűzhetjük, mégpedig a nevezetes, a konkrét dialektikája című könyvében aki ne talán kíváncsi a 60-as évek koszikjának politikai állásfoglalására, lapozon csak nyugodtan az Új Szimpózion című folyóirat 68-as évfolyamába, és ott fog rátalálni a jelenlegi válságunk című korszakalkotó írásra. Aki még azt is meg szeretné fejteni, hogy egészen pontosan mit fed a már mint a prágai tavasz ott keressen. Ám most nem erről az írásról beszélek. Koszikot, az egyetemi tanárt, persze a konszolidált, az idegen csapatok erejét maga mögött tudó csehszlovák hatalom félredobta, és a munkanélküliség helyzetébe kényszerítette, csak 1990-ben jutott vissza a katedrára. Figyelemre méltó, hogy a svejkről, hasekről és szívesen értekező koszik nem szédült bele az új világba, nem jelentkezett be abba a kórusba, amely diadalittassan szidalmazta a kimul szocializmust. Persze nagyon is tudta, hogy a szocializmus omladékain áll. De nézzük csak meg, mit mondott említett 98-as sírásában. A tegnapi és a mai győztesnek a prágai tavasz lezárt fejezet. Alkalomattán a nevetség tárgya, holott, mondja Koszik, folytonosan történő eseményről van szó. 1968-ban a csehek, szlovákok a világot szerették volna megmenteni. Nos, így csak azok értekeznek, akik számára 68 csehszlovákiája még mindig gondolkodásra sarkalló, történelmi, kiszöggelési pontot jelent. Gondolkodási matériát, és nem pusztán a szocializmus regressziójának egyik állomását. Ráadásul Koszik még azon élményének is hangot ad, hogy azok, akik a hatvanas években felül voltak, azaz irányítottak, mégsem hallgatták eléggé azokat, akiket Koszik a modernitás történetére hivatkozva a nép alanyainak nevez. A nép, mondja a filozófus, az ember, a többes szám első személyébe. És Koszik egyértelműen leszögezi 68 a nép történelmi drámája, és ezzel kihívja a szokványos értelmezéseket. Egyáltalán Koszik gondolkodni akar, arra invitál bennünket, hogy meggondoljunk valamit. Márpedig a jelenkor főiránya nem azt mondja, ellenkezőleg azt parancsolja, hogy ne gondolkodjunk itt, mert nincs gondolkodni való, ez csak az erőszak folyamatosságának egyik kivetülése. Minden esetre Koszik számára a nép nem akármilyen alanyiságot testesít meg a modernitásban, beleértve a prágai tavaszt is. Itt azonban már nem követhetjük Koszikot, mert megmutatott valamit, ami mindig is homályban maradt baloldalon és jobb oldalon egyaránt, ám, nem tárt fel mindent, azaz, itt most már mi magunk vesszük át a tájékozódás szervezését. Az, hogy a nép ezen említett dráma kiváltképpeni szereplője, azt kell, hogy jelentse, hogy az, ami hiányzik a 68-as vonatkozások tagolásából, az a legfontosabb az, ami alulról jön, és az adott történelmi pillanatban találkozik a fölülről irányított impulzusokkal. Lássuk csak, amikor a szovjet invázió bekövetkezik, a nagy ipari komplexumok munkásai már létrehozták a munkástanácsokat. Nem föntről várták, hogy bátorítsák őket, hanem önmagukat kívánták irányítani. Subjektivitást akartak, és nem irányítottságot, mint ahogyan a hasonló, forradalmi megmozdulások alanyai a XX. században. És nem kevésbé figyelemre méltó tény, hogy a hatóságok fellépésének dacára, az önirányítási kedv nem lankadt. Azt mondják a kor kitartó kutatói, hogy 1969 elején, tehát már jócskán a bevonulás után, 120 gyárban jegyeztek munkástanácsokat, akik abba a lehetőségbe kapaszkodtak, hogy a munka alanyának elidegeníthetetlen joga, hogy kezébe vegye sorsát, és ne engedje, hogy a vele kapcsolatos események a háta mögött menjenek végbe. A jelzett szám 1969 elején mintegy 800 ezer munkást tett ki, és kiszámolták már, hogy ez a munkásállomány egy hatodát tette ki. Amúgy a kutatások mindig az egyik legfontosabb példaként a Wilhelm Pick nevezetű gyárat domborítják ki, az ottani irányulások bizonyultak a legmérvadobbnak, mintát jelentettek mások számára. A hatóságok szinte pánikba estek, amikor a munkástanácsok elhatározták, hogy együttesen lépnek fel, jegyzünk is egy híres találkozót Pölzemben, amely odatömörítette a legfontosabb tanácsok képviselőit, akik naphosszat tanácskoztak, és messze menő programokat bontottak ki. Azaz ott, az idegen csapatok által uralt helyzetben egy seregember aktívan ténykedett azt mondta, hogy lehet így is megszabni az élet alakulását. És még azt is kiderítették, hogy a tanácstagok fele tagja volt a kommunista pártnak, és hogy nagy részben egyetemi diplomákkal rendelkező emberek mozgatták a konstellációt. Mondanunk kell, a pözzeni logika meghaladta a jugoszláv kereteket is, ahol emlékezünk, az önigazgatás államilag közvetített ideológia szintjére emelkedett. De aztán minden befejeződött. 1970. júliusában a regnáló hatalom betiltotta a munkástanácsokat. Addig is csak tűrte őket, de hát persze mindez logikus fejlemény, hogy is lehet tolerálni az F-fajta e önmozgást. Nem, mintha minden ellenállás megszűnt volna. Ám az inkább szórványosan valósult meg, annélkül, hogy érintette volna a legfontosabb aspektusukat. Mondok egy példát. 69. márciusában a csehszlovák jégkorongozók verességet mértek az esélyes szovjetekre annak érdekében, hogy világbajnokságot nyerjenek. Másnap örömünnep tört ki a Prágai utcákon. Voltak egyéb megmozdulások, ellenállási moccanások is, de mondom, ez már nem érintette a lényeget. Brezsnyev hírhet szavával élve megerősödött, szilárd kontúrokat nyert normalizáció. Persze mindehhez a politikai szféra átrendezése is kellett. 69 áprilisában Dubcseket az első titkári pozícióban fölváltotta a repressziókat szívesen osztogató Huszák, aki letörte az új dolgok iránti vágy hordozóit. Így a szakszervezeti szférát alárendelték a megrendszabályozásoknak, 1971 vége felé különösen szaporodtak a politikai jellegű repressziók, beleértve a letartóztatásokat is. Noha a legfontosabb szereplőket, mint dubcseket nem záratták börtönbe, éppen csak vegzáltották őket a titkos rendőrséggel. De az bizonyos, hogy a huszák által fémjelzett rezsim hosszú időre demobilizálta mindazt, ami alulról jött. Nem tudjuk mindez, hova vezethetett volna. De az bizonyos, hogy emberek gondolkodtak, és dolgokat megfontolva elindultak valahova. Az viszont ugyancsak bizonyos, hogy kihúnyt 1968 újabb csillaga, pontosabban sötétség borult ezen év csillaga. Éppen az a figyelemre méltó, hogy mennyire párhuzamosan ment ez végbe mindenütt, mármint keleten és nyugaton egyaránt. És pontosan ebben a mértékben a prágai tovasz sokkal, de sokkal több, mint egy tova tűnő történelmi emlék.